A fenntartó a rektorok hatáskörébe rendelte azt, hogy milyen mértékben állunk vissza a régi oktatási rendbe. Természetesen az egészségügyi és higiéniás feltételek megtartása mellett. Mi egyébként másik egyetemekkel együtt úgy döntöttünk, hogy egyelőre fenntartjuk a viszonylag szigorú oktatási rendet. Ahol csak lehet, online vizsgáztatást kívánunk végezni, és az oktatást is online formában próbáljuk kivitelezni a továbbiakban is. Egyébként e tekintetben köszönetet mondok mindenkinek, úgy szólván fennakadás nélkül folyik az oktatás. Én remélem, hogy a vizsgáztatás is hasonló sikerekkel fog lezajlani. Az általunk felügyelt régióban a megbetegedések száma, illetőleg a koronavírus gyanús eseteknek a száma minimális, és hála Istennek az elmúlt napokban halálozás sem történt Pécsen. Én nagyon bízom benne, hogy mindenki, aki beteg, az a legrövidebb időn belül felgyógyul. Egyúttal szeretném megköszönni minden munkatársnak, aki akár a gyógyító megelőző, akár a diagnosztikai tevékenységbe vesz részt, hogy tényleg a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, és végzik a feladatukat. És hát kívánok mindenkinek továbbra is jó munkálkodást, a szabályok betartását, és legfőképpen jó egészséget.